Az angol száz világ után Németországot és Nyugat-Európát is erősen kezdi befolyásolni a gender. Ez foglalkoztatta Birgit Kelle, német újságírónőt is. A gender szakértő elmondta, eleinte az egész nem gender mozgalomnak indult, hanem nő mozgalomnak. Kezdetben a nők jogai voltak a központba helyezve. Tájékoztatott a német szakember a Matthias Corvinus Kollégium szerda esti könyvbemutatóval egybekötött kerekasztal beszélgetésén. Immár 10 éve nem beszélünk a nők ügyéről, a német politikában és a közéletben. A női jogok és a család helyett a szexuális diverzitás kérdése van. Ebbe tartoznak a homoszexuális jogok, a transzjogok és minden egyéb szexuális kisebbségi jogok az LMBTQ+ mozaik szóból. Naponta bebizonyosodik, hogy csak egy ideológiáról van szó. Könyvemben erre kívánok rávilágítani, és bízni abban, hogy egyszer majd másként lesz, de addig generációk esnek áldozatul a gendernek. Nem véletlenül adtam a könyvemnek azt a címet, hogy gender komédia, mert olyan, mintha egy szatíra lenne. Dönthetnénk arról, hogy férfiak vagy nők vagyunk. Ez tényleg egy őrült ötlet, de tudomásul kell venni, hogy Németországban a nyelvet módosítják emiatt. Az egyik népszerű közösségi oldalon több mint 60 nem közül lehet választani, csak páran foglalkoznak ezzel az egyetemeken. Éppen ezért sokan butaságnak tartják ezt az egészet. Azonban igenis komolyan kell venni, igazi politikai programmá vált, és amiről azt gondoltuk, hogy csak vicc, futótűzként terjed egész Nyugat-Európában. Ezzel igenis foglalkozni kell, megfelelő módon reagálni szükséges. Én azt gondolom, most nagy a nyomás, de egyszer vége lesz. Csak kérdés, addig hány generáció megy tönkre, zavarja meg a normális fejlődését. Az MCC egy nagyon aktív közösségformáló erővel rendelkezik Kárpát-medence szerte. Ennek fontos része a nyitott városi rendezvények, ahol közösségüket tudják építeni, mondta Pónusz Róbert, a pécsi képviselet vezetője. Azt a közösséget, aki hisz a párbeszédben, hisz a vitában, hisz abban, hogy ütköztetnünk kell különös és különböző álláspontokat. Ugye az MCC-nek van könyvpiaci tevékenysége is, és tucatjával adjuk ki a könyveket hazai és nemzetközi szerzők tollából. Ezeket szeretnénk minden MCC-s városban bemutatni, és itt köztük Pécsett is. Ugye maga a téma, ez a gender téma, ez úgy tűnik, hogy még nem került be a magyar közbeszédbe. Ugyanakkor látjuk azt a nemzetközi térben, és nagyon sok külföldi MCC-s oktatónk elmondja azt, hogy az országuk sok tekintetben kifordult minden egy sarkából. És ennek az egyik katalizátora ez a genderőrület és ezek a szélső baloldali ideológiák. Úgy gondoljuk, hogy ezekkel foglalkozni kell, ezekről beszélnünk kell, mert bár javarészt Amerikában összpontosulnak ezek az erők és ezek a társadalom újra szervező erők, mégis azt látjuk, hogy Európában is begyűrűzik. A magyar nyelvű Gender Komédia című könyv bemutatója kapcsán a német társadalommal is jobban megismerkedhetünk, azzal, hogyan szűtte át a gender ideológia mindennapjaikat. Németország nincs annyira messze tőlünk. Pillanatok alatt szembesülhetünk a gender kérdéssel. Magyarország szerencsés helyzetben van, mondják a szervezet nemzetközi oktatói, mert a megelőzés útját választotta, tette hozzá az MCC pécsi képviseletének vezetője. Legközelebb dr. Palanovics Norbert Magyarország tókiói nagykövete tart előadást, majd a magyarországgyűlési választások helyzetértékeléséről lesz szó, két politológus közreműködésével.